Adagolják a meleg ételt az önkéntesek, folynak az előkészületek Dunaföldváron a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Templom utcai udvarán. Hatalmas bográcsban készült a pörkölt, hozzá főtt krumplit és friss kenyeret kaptak az érkezők. Amikor megnyílt a kapu, sietős léptekkel özönlöttek a rászorulók és kezdték válogatni a ruhaneműt. Mi ellátotti ügyfélkörünkbe tartozó szegények, rászorulók, idősek, de nagyon sok kisgyermekes család is jött, ugye a tanodában sok kisgyermeket látunk el, vagyunk velük kapcsolatban, illetve vagy pedig hát az önkormányzat segít nekünk abban, hogy kik azok a rászorulók, akiket célszerű lenne egy-egy ilyen akcióval elérnünk. Vagyunk a nap végén körülbelül. Azt hiszem, hogy sikeres volt, tehát durván 150 adag ételt készítettünk, akik nem tudnak mozogni, azoknak elvittük házhoz, rászorulóknak meg elég sokan bejöttek. Sütik a kolbászt is a Málta házban, nem kis mennyiségben, hisz sokan rászoruló idős, kis nyugdíjas, nagy családos. Kis pénzből élünk, ilyesmi, tehát kisebb ruha, egy étel, egy bármi ilyesmi, és nagyon szívesen elfogadja a kis szűk családunk, amit nagyon szépen köszönünk. Ugye már, hát ahogy tudok, tehát ahogy alakul munka, tehát úgy dolgozom. Az ételosztásban a Dunaújvárosi női vízilabda csapat személyesen segítette az önkéntesek munkáját, de ők maguk is hoztak adományt. Nagyon sok rászoruló van a környezetünkben, és hogyha tudunk, akkor szeretnénk, és próbálunk is mindig visszaadni. Most már megbeszéltük, hogy a következő akció tartós élelmiszergyűjtés lesz húsvét előtt, úgyhogy abba is beleállunk. Játékkal és édességgel a kezükben örömmel távoztak a gyerekek is a Dunaföldvári Máltaház udvaráról.